Nyolcadik. Még csak most kezdtem számolni, és már a nyolcadik. És ez a rettenetes sivítás, és ez a fal... Kopott, éppen csak egy kicsit kopott. És ráadásul zajérzékeny vagyok. Zajérzékeny? Elég egy ajtócsapódás, egy hangos szó. Emlékszem, még talán egy éves házasok se voltunk, és el akartam válni a férjemtől. Rám kiáltott. Csukd be az ablakot. Hát biztosan be kellett csukni. Síró görcsöt kaptam, és olyan remegés fogott el. A férjem aztán elvitt az Unterberg professzorhoz. Unterberg professzor? Ismeri? Hogyne, a férjem is járt hozzá, de egészen na más. Igen, az Unterberg tulajdonképpen nem pszichológus, de azért nagyon eredményesen kezel. Ez a hal, a férjemet igen. Is. Nagyszerű ember volt az Unterberg, csodálatos ember. Itt van egy ajtó. Azt hiszem Londonban halt meg. Londonban? Igazán? Egész biztos, hogy Londonban. Festetni kell az egész lakást, bocsánat, úgy, ahogy van. Pillanatra. Csak tessék, nyugodtan. Talán éppen rossz időben, a lakáscsere ügyében jöttem. Tessék befáradni. Köszönöm szépen. Elekes. Kérem, örvendem. Elekes pár. Csak azért, mert azt tetszett mondani, hogy várja. Hogy várjon? Ittam egy pohár vizet. Vizet ivott? A poharat visszatettem, a csapot elzártam elég nehezen. Úgy látom, baj van a csapokkal. Meg kell nézni mindent, alaposan meg kell nézni. Egy lakás műszaki állapota rendkívül fontos. Generális átalakítás. Csak az a fontos, hogy stílusban maradjunk, mert azért ennek a lakásnak bizonyos jellege van. Kopott jellege, kérem. Például a könyvek is teljesen össze-vissza. Rendszertelenül vannak elhelyezve. Egy könyvtárnál a legfontosabb a rendszer. A stílus az valami egészen alapvető dolog, kérem. Látja, ez az, amit a férjem nem tud megérteni. Például az első úta mindig a fürdőbe vezet. Miért vezet a maga első útja mindig a fürdőbe? A csapok, kérem, látnom kell a csapokat. Bocsánat egy pillanatra. Bocsánat, ha megtetszik engedni, majd inkább én. Véletlenül sem akarom ezzel azt állítani, hogy bizonyos előjogaim lennének, erről szó sincs, de ha megtetszik engedni, majd inkább én. 1914-es építés. Érezni az a pályaudvar világosan lát. Egészen jól érezni a pályaudvar füstjét. A mozdont én is hallottam. Egyes környékek minden szagot befogadnak. Nagyszerű hírem van a maga számára. Kertes budai villa. Olyan, amilyet maga akar. Minden esetre fölírom a címet. Gyálliget, Tompa utca 24. A papa? Igen, a papa. Mindjárt gondoltam. Simi mindig ott ült a papa feje bubján. Még nem is láttuk a másik szobát. Ja, erre tessék. Hogy tetszett az előbb mondani? Hogy a Simi fészket rakott a papa hajába. Na hát én ilyen kanárit még életemben nem láttam, ilyen szemtelen. Csőrével kopogtatta a papa fejét, miközben kávézott, meg újságot olvasott. A legszívesebben elkergettem volna onnan. Na de hát a Simit elkergetni, az teljesen lehetetlenség volt. A férjem meg nem engedte volna, hogy az ő hajába egy kanár, ugyan. Az teljesen lehetetlenség volt. Meg lehet, hogy nem is kanári volt a Simi. Talán mondanom sem kell, asszonyom, hogy én rögtön megismertem a kedves papát. Igen? Az első magyar tengerjáróhajó kapitánya. Igen? Azt hiszem nem ő volt az első. Nálunk még megvannak azok az újságok, amikben írnak róla. Igen. Maguk elteszik a régi újságok. Nem, bocsánat, mindegyiket, de amelyekben fontosabb hírek vannak, azok a jó napot kívánok! Mit keres, kérem, a néni? Vendégeim vannak, valami italt szeretnék. Konyak jó lesz? Jó lesz. Parancsolj. Szépen. Az a helyzet, hogy biztosan megtetszett már gondolni. Arról van szó, hogy én albéletet szeretném. Nem, nincs albélet. Nincs albélet, nincsen édesem. Tessék, csak hagyni majd én. Olyan jól megölünk egymással. Mi? Nem hallasz, édes? Hát már hangosan beszélek. Két szoba hal isteni emlék. Valami öreg asszony. Mi? Á, gyönyörű az egész, mondom, hiányos a sorozat, de antikváriumban talán még találunk. És nem mondok, hogy mindig később fekszik le a gyerek.
Ugyan már nincsen. Tessék mondani, merre van a WC? Tessék, arra. Mondtam neked, hogy arra van. Meg tetszik engedni. Tudni, hogy mi még nem ismerik egymást. Jó napot kívánok. Barna. Most már döntsd el végre, hogy össze vagy. Pardon. Pillanat. Köszönöm szépen. Halló? Első emelet balra kell. Nagyon kedves. Köszönöm szépen. És a helyes másolás. Kedves egészségére. Most, tessék. Mondom, hogy köszönöm, kezi csókolom, rám fér. Köszönöm, nincs. Ezek a speciális latin. Köszönöm szépen. Jövevényszonat. Flautusztel a... Húz, konzert, ismert. Már messze rakás nem. Nyilván, de már, mert amikor egy császár foglalóban vállalkozik arra, hogy a horosz uralkodják. Nézd, itt a kornál, itt a... Hát azért, mert vagy pedig van a felállt. Ez hogy most? Hát hogy lehet? A japánok elárasztották el az egész Európát. A mai piacon. A helyzet az, hogy az előbb itt volt, én annyit már mondtam magának, de meg is nézem, hogy ha kártyaleszkét akar tőlem venni, akkor jöjjön el. Parancsoljanak. Kit ünnepelünk? Kedves egészségére, kedi csókolom. Ó, miért? Kezét csókolom. Isten éltesse! Hát hogy Isten hol? Éltesse! Nekem nincs születésnapom. Isten éltesse, nagyon sokáig! Köszönöm szépen! Csókolom, Isten éltesse! Én nem tudom. Csókolom. Még egyet nagy tárgyat használjon. Nem, köszönöm szépen! De csak tetszik mutatni! Megállom! Nincs születésnapom! A jó volt, sok emálhatok! Jaj, a papa nagyon haragudott erre a vázára, vásárolni, mindig azt mondta, ki nem állhatta. Aztán egyszer, mikor a hajó elindult a hadalatot, elkunyerálta tőle egy hölgy, a papa lovagból. Igazi lovag. Ezt az egészet nem is tőle tudom, hanem a másos kapitánból. Ez a másos kapitánból nem tudja majd a cuccát hova tenni. De hogy nem tudja hova tenni? Nagyszerű pénzt fizet érte. De ő nem akarja eladni, édesnek. Dehogy nem. De mi? Háromszor annyi holmia van. Biztosan azért van... De szívem, neked fogalmat sincs volna, hogy ezenek a dolgoknak micsoda értékük van. Öreg, a nagyanyám eladta a holmiát, pedig nem volt rá szüksége. Eladta? Azért nem adta el, mert ott volt a nagypapa. És a nagypapa nem akarta, nem pedig a nagymama. Édes, az öregek ragaszkodnak a cuccokhoz, ezt meg... Ja, hagyj már abba, légy szíves. Hát akkor a múltkori lakásunkat is pontosan ezért nem tudtuk elcsinálni. Pontosan ezért nem tudtuk elcsinálni. Egy szoba van, és nincs hova tenni a holmiát. Nekem tippeket, jó? Ezért nagyszerű pénzt lehet kapni. Jó, nagy pénzt kapni. Jó, ezért cseréltük el eddig. Modern Kasszandra, mit ígér a jövő? Nagyon érdekes, kérem szépen. Még egy rajongó is lesz a látható. Szerelem? Kérem szépen, volt három nagy kaland, nagy szerelem. Egyszer az éjjeli órákban is egy szöktetés, meg szerenádozás, behegedülést is látok. Micsodát? Behegedülést. Na, amikor ezek a viharos napok elmúltak, jött a hét szűk esztendő. Beköszöntött a nyomorúságos hétköznap. A héttehén is benne van. Nem kell elkeseredni, nem tart már sokáig, mert most a szerencse csillag újra felfelé ívelőben van. Nem, köszönöm szépen, nem hiszem, nem sznobizmusból mondom, de a latin szavak. Igazad van, tudod, ezek a latin származék nyelvek. Igen, Cicero, Cicero. Nem, hát ezt nem gondolhatja komolyan az én koromban. De hát miért ne? Tudja a nagyságos asszony, hogy ki a Temunovics Zoltán? Nem. Nagy gyógyszertára volt. A felesége 10 évvel ezelőtt meghalt. Tulajdonképpen még házasságról is lehet szó. De persze, akkor elvészem. No, de hát én nem is ismerem a barátját. Nem baj, majd megismeri. Állítom, hogy nagyszerű partner fog benne találni. Partner? Szellemi partner. Hát úgy gondolja, csak úgy házasság nélkül. De hát modernnek kell lenni. Modern? Jó, papa ezt hallaná. Még hogy modern. Fantasztikus. Ez egy csokoló. Volka. Thank you.
köszönöm szépen! Jaj, tetszett? Akkor ígyunk fel! Egészségére! Majd kiesik a szívet! Kérem szépen!